Elmúlt 50? Nyugdíjas évekről álmodozik, vagy útra kelne, hogy a sarkörök madárvilágát és a nyilazó bálna vadászatot tanulmányozza? Herman Ottónak nem volt kérdés. Fiatal feleségét hátrahagyva, 53 évesen lapföldi túrára indult. Kalandok lapföldön. Herman Ottót régóta izgatták a madárvonulás kérdései, és rájött, hogy téli madaraink nyári élőhelyeit Skandináviában tanulmányozhatja a legjobban. 1888-ban az ottani élmények alapján megírta az északi madárhegyek tájáról az egyik legszebb magyar útleírást. Ebben foglalta össze azokat a kiemelkedő tudományos eredményeket, amiket a művelődéstörténet és az ornitológia az expedíciónak köszönhet. Természetrajzi tanulmányai mellett néprajzi megfigyeléseket is végzett, különösen a bálnavadászat ősi, nyilazós módjáról. Kizökkenve a mérsékelt öv életrendjéből éjszakai vadászatokon vett részt, melyek, köszönhetően a sarki fénynek, mégis nappali világosságban zajlottak. Aztán Herman megmászta a madárhegyet. A hering sirály és a három ujjú csüllő százezreinek népes fészkét. Az ornitológia gazdag irodalmának nincs melegebb és színesebb leírása erről a helyről, mint Herman útleírásának ide vonatkozó része. És folyt a munka, a vadászat, a madártömés, a hálógyűjtés, a bogárszedés, eljutott a sarki hófagy és a lemming nyomára. Ezeket az állatokat egyébként először az ő rajzain keresztül ismerhettük meg. Herman Norvég útjáról teljes fellelkesültséggel érkezett haza. Azt mondta mindenkinek, hogy a skandináv emberek teljesen mások, mint mi vagyunk. Azért Ibsen drámáinak tragikus alakjai némileg árnyalták az általa festett képet.